tegnapi adásunkból. Kérem szépen a választ, vagy lehet menekülni. Hát, hogy segítséget fogok kérni. Cél lesz a helyes válasz. A harmadik név az korcsolyázó? Nem, az előadó, akinek a zenéjére korcsolyáztak. A 20. század egyik legnagyobb zeneszerzője volt. Ezt tudni kell. Ez a Bolero, ezt annyira nem ismerem. Cét szerintem megjelölöm. Jó estét kívánok! Furcsa napunk volt tegnap, valami fronthatás lehetett a levegőben, mert a legegyszerűbb kérdésekre adtak a játékosok rossz válaszokat. Reméljük, ma megváltozik a széljárás, kezdődik a játék, 1-100 ellen. A 100 fős falka várja az újabb összecsapás játékosunkkal, aki Dévai Kovács Gyula Budapestről. Játszottam még, Gyula. Én sem. Régen találkoztunk, láttalak azóta téged erotikus műsorban, különféle riportműsorokban. Én is téged. Mi a helyzet? Én is mindenféle műsorban voltam. Mi a helyzet, Gyula, mivel foglalkozom most? Hát, szabadúszó újságíró vagyok. Ez a vicces, a komoly meg az, hogy úgy el vagyok, megpróbálok. El vagy, mint a befőtt, nagyszerű. Milyen érdekes, nézd, Gyula, mit művel a LED fal. Láttál már ilyet? Nem. Miért? Ijesztő? Nem, végül is nem. Én igazándiból nem ettől a szituációtól félek, hanem az ott megjelenő. Az első kérdést nem kell félni. Az első kérdés az mindig könnyű, nem szabad, az a lényeg, hogy nem szabad kiesni. Oké. A tét, Gyula, továbbra is 50 millió forint. A győztes kihívó játékosok nyereményéről minden alkalommal az Unicredit Bank gondoskodik. És ahogy annak lennie kell, az első kérdésre le lehet vinni, hogyha kiejted a falkát, hatalmas üdvrivalgás közepette lehet távozni az 50 millió forintot. Akkor én is kiesek, hogy hazuljon az első, hogy az nem, ötven ember nem, kiesek. Nem szabad kiesni. Gyula, bemutatom neked a falkát a falkában, ezen a héten velünk játszik kedvenc szerkesztőségem, az én szívem csücske, a Napló csapata. Itt van velünk Vujic Rutko, aki tegnap hamar kiesett az első kérdésnél, de aztán korrigált. Dorogi Gabi, Azurák Csaba, Hadas Krisztina, Pap Gergely, Keleti Andra és a főszerkesztő úr Szalai Ádám. Itt van a körünkben három szuper virágkötő, mindenféle csodálatos virággal. Közben Gyula azt mondja, hogy kollégák. Hogy kollégák? Úgyhogy tulajdonképpen most ezt csinálom én is, virágkötés. Virágkötészettel foglalkozol? Igen. És tudnál ilyen szépet csinálni, mint a hölgy? Ez nem virágkötészet, ez virágszobrászat. Igen. Néhány éve még a régi fővárosi művődési házban valamikor Ikebán a tanfolyamot vezettem, megtartottam, azóta is csinálom, szeretem. Nagyon szép az a boszi. Aki a virágot szereti, így van, nem is fejezem be a mondást, mert lehet, hogy kérdés. Lehet, hogy ez az első kérdés, és nem akarom lelőni. Itt van a körünkben az éjszaka császára, a hölgyek kedvence, Szipán Márton, fotoművész. Márton! Én tudom, hogy tudja a válaszokat, csak egy kis gyorsaságot kérek tőled, egy kis gyorsaságot. Az első kérdésre meg végképp. Sok sikert kívánok! Gyula, a főnyeremény, ez 50 millió forint, sok pénz, ezt el kell vinni, kezdjük a játékot. Okay. 1-100 ellen.
Jön ez a bizonyos 1000 forintos kérdés. Mindenki ettől retteg. Pedig általában könnyű. Mitől lesz a vörösbor színe vörös? A szőlő héjától? Céklától? A szőlő magjától? Huncog, huncog a közönség! Kuncog a közönség, mosolyog a mehet? Falka. Mehet, mehet, mehet. Természetesen mehet. Nézzük, hogy hányan nem tudták. Én a céklára vagyok különben kíváncsi, hogy hányan gondolják azt, bár Magyarország a borok hazája, de hozzá kell tenni, hogy a bor hamisítók hazája is. Ki tudja, miket tesznek a borba. Szerintem céklát nem. Tapsoljuk meg! Tapsoljuk meg Szipán művész urat, aki vörösborban otthon van, a céklára különben senki sem gondolt. A magra néhányan, megyünk tovább, van 5000 forintot, Gyula. Nem kérdés, ugye nem kérdés. 5000 vagy a falka, menjünk tovább a falkával. Egy a 95 ellen. Jön a 4000 forintos kérdés. Nézzük. Milyen az időjárás, ha Holle anyunál felrázzák a párnát? A szép mese. Fel kell a nap. Viharos szél támad. Hull a hó. Gyula, van idő gondolkodni, mert én még buzdítom a kedves nézőket, hogy játszanak velük. Bár látom, hogy tisztában vagy, ismered a mesét. Azért elmondom, hogy mielőtt Gyula válaszolna, megmutatjuk azt a kérdést, ami önöknek szól. Adásunk végéig válaszolhatnak a következőre. Mit jelent az eszkimó kifejezés? Nyers hústevőt, vagy a kettes, a kunyhóban élő? SMS-ben vagy telefonjuk nyomogombjainak segítségével a helyes válasz sorszámát kell elküldeni. Mondom, a telefonszámot bár ismerik, 0691-333-222. Minden alkalommal kiadó egy hely a falkában. Gyula! Fel kell a nap, viharos szél támad, vagy hull a hó és hózik, hol le anyó fázik. Hát gyakorlatilag a nap is felkelhet, meg támadhat viharos szél is, amikor a hollányom megrázza a párnát és hullahó. Hullahó. Nagyon kedves mese! Amikor hollányom megrázza a párnát, akkor természetesen hullahó. Kizártnak tartom, hogy halljunk pittyen, és szerintem mindenki ismeri. Klasszikus, szép mese. Szipán művész úr. Amerikai. Régen olvastad a mesét, ugye? Nagyon-nagyon régen, de erre nem vágok föl. Köszönjük szépen, hárman nem tudták a helyes választ. Gyulának 12000 forinttal gyarapodott a gyűjteménye, van 17000 forintja. Nem kérdés, falka. Megyünk tovább a falkával. Egy a 92 ellen. Túl vagyunk a nehezén. Jön a 8000-es kérdés. Majd most jön. Melyik napon tartja születésnapi buliát egy skorpió? Január 8. Június 12. November 16. Hát én úgy gondolom, nem vagyok ezekben a zodiákus jegyekben nagyon otthon. Én meg aztán végképp nem, ezt az egyet tudom, mert én skorpió vagyok. Igen? És igen. Mikor születtél? Milyen hónapban? Nem mondom meg. Hát vagy januári, vagy novemberi, ez biztos. Vagy januárban, vagy júniusban, vagy novemberben. Nem, vagy januárban, vagy novemberben, június nem. Megmondom neked, hogy egyikben sem születtem, és mégis skorpió vagyok. Hát azt gondolom, hogy el fogom használni az egyik segítségem, sajnos, mert nem, ezekben a zodiákus jegyekben nem vagyok otthon. Kérünk segítséget? Igen, sajnos ki kell egyet vennem. Elégetjük az első segítséget, ugye. Gyula, jelölni kell, csak szóban elég ABC, tehát január, június vagy november. Én a novembert választom. A novembert választja, Gyula. Nézzük, hogy hányan vannak tisztában a zodiákus jegyekkel.
Hányan gondolták úgy, hogy Dula? Fú, nagyon nagy többség. Nagyon nagy többség. Hát akkor... 84-en. 84-en. Akkor ezt meg kell jelölnem. Felőlem, bármikor. Esünk túl rajta. Bármikor. Nézzük, hogy milyen helyes választ. Köszönöm a Faltának. Ez van, akinek nehéz kérdés. Gyula, 8-an adtak rossz választ, az azt jelenti, hogy nézzük meg, hogy kik ők. Igen, pontosan 8-an vannak, az 64 ezer forint, tehát gyarapodik a gyűjtemény. 81 ezer forintja van Gyulának, és 84 ellenfele. Keresünk választasz? Még egy kis pénzt a Falkának. Sok pénzt kell keresni. Aztán meglátjuk, hogy kinek a Falkának, vagy saját magadnak. Megyünk tovább, 1 a 84 elem. Közben figyelem, Gyula taktikája az, hogy körbe táncolja ezt a kis kört, nem baj, operatőr kollégákkal majd lehet utána elnézést számolni. Kérek. 16 ezer forint. Meg sem mozdulok. Semmi gond, lehet. Ki az Emi Rulez nő alakja, aki az egyik dalban az ágyban van? Izidóra. Zazi. Madonna. Ez igen. Az Emi Rulez, ez a egy másik csatornán egy ilyen érdekes műsorban játszó ember, aki gitározik. Nyugodtan ki lehet mondani a nevét. Hát ha tudnám, kimondanám. Hajós kollégáról van szó, Hajós Andrásról van szó. És az ő együtteséről, az Emi Rulezről. A Madonna az kiesik rögtön. Szerencsejátékokkal mi a helyzet? Leszokóban vagyok róluk. Le lehet jönni a szerencsejátékról? Le kell jönni. Na hát egy igazi szerencsejátékosnak időnként tippelnie is kell, jól tippelnie. Vagy pedig Gyura lehet kérni a második menekülési útvonalat. Legyen Zazi. Szerencsejátékos. És ha nem tudom, akkor kiesek. Hát így is lehet nevezni, de úgy is lehet nevezni, hogy a Falkát boldogítod azzal, hogy... Tessék. Hogy az első játékos, aki kimerészkedik a körből. Bocsánat, lehet, hogy szerencsét fog hozni, lehet, hogy szerencsét fog hozni. Cserélhetünk helyet. Zazi az ágyban, B a helyes válasz. Nézzük, hogy hányan nem tudták a Falkából. Lehet, hogy mindenki tudta. Azért az nem valószínű, már halljuk a pittyenéseket. Eddig három pitty. Több pitty. Hoppá. Hányan lesznek összesen? Kollégáid milyen rendesek, össze-vissza adják. Erre én még sorba ment. 17-en nem tudták, 272 ezer forint ebben a körben. Alakul. 353 ezer forint. Egy segítség eléged, se baj, 353 ezer. Pénz vagy falka? Falkácska. Tehát, hogy falkácska. Játszani kell. 1 a 67 elem. Tehát játszani jöttél és nem nyerni, ugye? 32 ezer forint. Játszani jöttem nyerni. Játszani és nyerni. Mit tiltana be Károly herceg, ha megtehetné? Lóversenyt. Gyors étteremláncot. Alkoholfogyasztást. Gyula, ez egy friss bulvárhír. Én azt gondolom... Lóversenyre jár az egész király család. Alkoholt iszik, és Károly herceg az ugye ismert a bio gazdálkodásáról, és azt hiszem valahol nem olyan régen olvastam, hogy komoly fenntartásai vannak a... gyorsétermi láncizé, de jó. Tehát nem tudod elképzelni Károly herceget, ahogy nem. Papírtányérból eszi a hamburgert. Kizárt? Ki? Szerintem ki. Alkoholt iszik.
annyira iszik, hogy a királyi család trezorjában, bortrezorjában bizony tokai asszú is található, méghozzá évjáratos, nagyon komoly tokai asszuk is vannak. Ott nézzük, hogy hányan gondolták azt, hogy Károly herceg ki nem állhatja az alkoholt vagy a lovas versenyeket. Nézem a naplósokat, vétettek-e? Még. Ilyen sokan nem gondolták? Ez az. Rosszul? Jó! Hányan vannak? Hú! Ez mennyi András? 30-an estek ki, 960 ezer forintot kerestek ezzel Gyulának. Pap Gergely kollégám. Itt vagyok. Köszi Gergely. Nem, az a baj, hogy csak a legrosszabb dumát tudom tényleg mondani, egész egyszerűen későn nyomtam le. De Károlyról bármit el tudok képzelni, hogy bármelyiket betiltaná. A naplósok javarésze azonban még talpon van, Gyula is talpon van. Van 1.313.000 forintja. Az ötödik kérdés után járunk, nem rossz teljesítmény, sőt, van még két menekülő út, pénz vagy falka? Falka. Megyünk tovább, 1-37 elem. Ötvenezer forintos kérdés. Általában ez a vízválasztó. Innentől sorakoznak a nehezebb kérdések. Ez se könnyű. Mekkora egy férfi diszkos súlya? 2 kiló? 3 kiló? 3,5 kilogramm? Hoppá! A 3 és a 3,5 között studírozom. 2-nél biztos több. Tehát 2 kiló, 3 kiló, vagy 3,5 kiló, vagy pedig menekülő. Jöjjön a menekülő? Ha egy John Steinbeckkel kiesek, vagy valami ilyesmi, akkor az frankó, de így... A diszkosza. Pedig ilyesmi helyen dobják azt a diszkoszt. Uh-huh. Ilyen kör alakú helyen. Uh-huh. Meghajítják. És rács van. Uh-huh. Na? Na jó, lássuk a másodikat akkor. Lássuk a második menekülő útvonalat. Ilyenkor a számítógép sorsol. Oké, rendben van. Nézzük. Nem tudjuk melyik természetesen. Az a baj, hogy akkor még mindig 50-50 lesz. Ez így van. Na jó. Ez így van. A 65-ös helyen lévő hölgyet egy gyors bemutatkozása legyen kedves, és utána egy indoklása. Pap Tünde vagyok, és megmondom őszintén, hogy a B választ szerettem volna választani, de valamiért a nagy izgalomtól az A-t nyomtam meg. Jó, nézzük a másikat. A 33-as hölgy. És milyen érdekes, nőket sorsol a számítógép. Nőket sorsol a számítógép. Nem, mintha nem lenne női diszkoszvető. Kérdezem a hölgyet, szintén egy bemutatkozással. Illés Renáta vagyok. És én az arany középutat választottam. A B-t jelöltem meg, mert nem tudtam eldönteni, hogy melyik legyen. Tehát a C-t eltüntettük a támláról. Nézd. Segítettek a hölgyek. Nem segítettek a hölgyek. Van, aki örömtáncot jár. A hölgyek örömtáncot járnak. Ott egy úr is a 7-es helyen. Megnézzük, hogy a pénzzel együtt, sajnálom, hogy hány falkatag nyerte el. Hányan maradtak a falkában. Lehet, hogy nagyon kevesen. Nézzük meg. Azt a mindenit. Erre nem számítottunk. Egyikön sem. Be kell, hogy jelentsem, ezek szerint a játék történetének egyik, vagy talán legnehezebb kérdése egészen idáig ez a bizonyos diszkoszos volt. Én nem térek észhez, esküszöm.
Szerencsés! Szerencsés kezdve van. Tudja, mennyit nyert? 665 ezer forintot nyert. Tehát még egyszer mondom, a helyes számot 656 ezer forintot nyert tévedésből. Ön az első játékos, aki tévedésből több százezer forintot nyert. Gratulálok! A hetes játékos, én láttam a szemem sarkából, hogy olyan örömtáncot lejtett. Igen, igen. Rózsaszoltán. Megmutatja, hogy hogy táncolt, amikor... Megpróbálom, amikor... nem biztos, hogy úgy sikerül. Nézzük. Így van. Gyulával kifejezetten jó volt játszani. Sajnálom. Én is. Jó játék volt. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Szervus. Fordulatos játék volt, mindjárt kiderül, milyen okosságok derülnek ki még ma. Következő játékosunk Kemecsei György, Máté Szalkáról. Hány centi magas? 195 centi magas. A 186 centi meg kifejezetten alacsonynak értem most magam, és egy ilyen magas ember miért állítja így fel a haját? Hát szóltam itt a stylist vagy fodrász hölgynek, hogy rajtunk kiélheti a kreativitását, tehát ennyire kutatta. Kiélte, teljesen sikerült. Körülbelül 20 centimet közöttünk a különbség, de se baj. Bemutatjuk újra a Falkát teljes létszámban. Íme! Ugye megnyugodom? Hát, fogjuk rá, fogjuk rá. Nem olyan ijesztőek, és hogyha túl lesz az első kérdésen, akkor utána megnyugszik, megígéri nekem, jó? Remélem is. A tét? 50 millió. 50 millió forint. Kérdése le lehet vinni. És hogy oldjuk az izgalmat, oldjuk a feszültséget, kezdjük a játékot. 1-100 elem. Kezdjük az 1000 forintos kérdéssel. Ez mindig könnyű, de sokszor rázós. Melyik köszöntés szólt mindig Charlie angyalainak a tévében, sőt a moziban is? Jó reggelt, Vietnám! Jó reggelt, napfény! Jó reggelt, lányok! Hát úgy gondolom, hogy a Jó reggelt Vietnám az egy Robin Williams-es film volt, annak a címe. A Jó reggelt napfény az abszolút nem ismerős, nem is hallottam még róla. És mivel a Charlie angyalai az három gyönyörű dekoratív hölgy, gondolom, hogy így szólított őket. A tehát... Jó reggelt lányok cím. Jó reggelt napfény különben a helyben van. És hogy néz? Természetesen. A helyes válasz a C. És hogy néz ki Charlie? Charlie? Őt nem tudjuk, hogy ő kicsoda. Olyan, mint Kalambó felesége. Fogalmunk sincs. Hogy néz ki? Soha nem mutatták meg nekünk. Nézzük a Falkát. Hányan nem tudták a Falkából a híres köszöntést? Jó reggelt, lányok! Mindenki tudta? Nem mindenki tudta. Sőt, hárman nem tudták. Nagyszerű. György, ez lehet, hogy az ön napja van, 3000 forintja az első körben. Üres kézzel csak nem megyek haza. 3000 forintja van ebben a körben. Mit választ, a pénzt, vagy pedig a Falkát? Játszani jöttem, Falka. Falka? Megyünk tovább, 1-97 ellen. Gyuri, jöjjön a 4000 forintos kérdés. Melyik eszközzel szúr a Koldus Opera Maxia? Kard, tör, bicska. Na, hát ezek a zenei kérdések, ez az én legnagyobb gyengém. Látom az arcán. Tehát az először azt hittem, hogy kiismerhetetlen az arca, de
Azt hittem, hogy csak viccel velem. Ezzel szoktam általában bajban lenni, tehát az ilyen opera, meg... Kart, maxi, tör maxi, vagy bicska maxi? Bicska maxi. Na most így összetesszük, talán mintha bicska lenne a helyes. Bicska maxi, igen, erről már hallottam. Bicska maxi. Így van, a C lesz a helyes válasz, azt jelölném meg. Biztos benne? Hát... Igen, úgy néz ki, bicska maxi. Bicska maxi. Lesz a C. The shark bait has such teeth, and he shows them very well. Just a jackass. Robbie Williams énekel. És akiről énekel, az nem más, mint Bicska Maxi. Helyes válasz a Bicska. Szél, mint Bicska, nézzük, hogy hányan nem tudták a Falkából. Nézzük, hányan nem tudták. Egy játékos, két játékos, ketten nem tudták, többen nem tudták, hárman vannak. Sőt, már hoppá. Hoppá. 22-en nem tudták. Jön, 22-en nem tudták, ebben a körben bekasszírozott 88 ezer forintot, helyes. Van 91 ezer forintja, és már nem remeg a szája széle, nem izgul, ugye? Már nem annyira. Most igen, már nincs miért izgulni. Van 91 ezer forintja, tehát nem is kérdés a kérdés, pénz vagy Falka. Falka! Egy a 75 ellen. Nyolcezer forintos kérdés. Hány százalékos Magyarországon az általános forgalmi adó legmagasabb kulcsa? Ezt szerintem tudja. 15, 20, 25 köztisztviselőnek szuper kérdés. Nézzük a Falkának szuper kérdése. Azt tudom, hogy korábban 25 volt, de 20-ra módosították ezelőtt pár hónapban, november vagy október-november körül, hogy a helyes válasz a B. Tehát a helyes válasz a B, legalábbis így gondolja Gyuri. Nézzük, hogy valóban a helyes válasz a B. Ugye ez egy olyan kérdés, amit szerintem mindenki tud, mindenki adózik a tisztesség kedvére, ezért nézzük meg, hogy hányan nem tudták. Biztos, hogy mindenki tudta. Biztos. Nem mindegy, hogy 20 vagy 25, ketten már hárman vannak. Többen vannak? Na, nagyszerű. Pedig... Nem gondolom, hogy ők az adócsalók, természetesen ők a pekhesek. Gondolom, hogy a 25-re emlékeztek, de ezt már bizony jó pár hónappal ezelőtt lecsökkentették 20%-ra, tehát a helyes válasz a 20 volt. 15-en estek ki a Falkából, 120 ezer forintot kasszírozott ezzel. Összesen 211 ezer forintja van. Úgyhogy nyugodtan mondja. Falka. Falka. Igen. 60 ellenfele maradt, nem olyan nagy baj ez. Találkozunk volna. Műsorunkról és közönségjátékunkról minden információt megtalálnak a TV2 textén és a www.tv2.hu honlapon. Holnap pedig folytatjuk egy a 60 ellen, addig is minden jó, viszontlátásra! Vezető Hugo Boss ruháját a Rolandi Vatház biztosította. Támogatónk a Flavon Plus gyártója, a pöröskei szörp. Nem sokára kezdődik a Hősök a TV2 esti műsorán.
megérkezett az új és egyetlen kvantum a Kalgonittól. A Kalgonit legjobb mosószere, legjobb powerballja és legjobb géje egy kapszulában. Kvantum. A vízben oldódó burkolatnak köszönhetően nem kell kicsomagolni. A kvantum tisztítószere feloldja, a powerball pedig eltünteti a szennyeződéseket. Végül a gél soha nem látott Kalgonit csillogást biztosít. Kvantum. Szemmel látható tisztítóerő és még több ragyogás. Kalgonit. A vezető mosogatógép gyártók ajánlásában. Lift Active Pro elasztin és kollagén rostokkal tölti fel a bőrt. A ráncok kisimulnak, a bőr feszesebb lesz. Bőrgyógyászati ellenőrzés mellett bizonyított hatékonyság. Lift Active Pro ránctalanító és feszességet adó krém. Visi, az egészség fontos. Kezdje a bőrénél. Önnek melyik öregedésgátló felel meg? Tanácsadás és ajándékminták várják a patikákban. Egy kutya nem csak evésre használja a fogait. Hogy erősek és egészségesek maradjanak, válassza a Pedigree Dentastix-et, amely akár 80%-kal csökkenti a fogkőképződést. Megszakítjuk adásunkat. Ómolnár Miklós vagyok a sztori rendkívüli híreivel. Ki miatt jutott válságba Hujber Ferenc házassága? Hosszú gyász után ismét szerelmes Hadas Kriszta. Miért mondott le elsőszülött lányáról Nagy Feló? További izgalmas részletek csak a sztoriban. Vajon az ön tusfürdője mennyi hidratálót tartalmaz? Lehet, hogy csak ennyit? A Dove kényeztető szépségtusfürdő gazdagon hidratáló összetevőket tartalmaz. Puha, bársonyos bőr. Minden zuhanyozás után. Dove. Mindennapos hidratálás. Gyönyörű bőr. Mondja el véleményét a Dove szépségápolási kutatásában. www.dove.com. Kóstolja meg az új krémkönnyű jégkrémet. Mi teszi a krémkönnyűt olyan finoman lágyjá? Tej és egy csepp tejszín. Az egyszerű dolgok teszik nagyszerűvé az életet. Krémkönnyű. Apró örömök krémkönnyedén. Próbálja ki a dobozos krémkönnyű jégkrémet is. Van eszebb a ragyogó, napbarnított bőrnél. Az, ami ráadásul feszes is. Az új Johnson's Holiday Skin bőrfeszesítő testápoló fokozatosan építi ki bőröd halvány természetes barnaságát, miközben feszesre is teszi azt. Csodás szín és vonzó alak egész évben az új Johnson's Holiday Skin bőrfeszesítő testápolóval. Na gyere, Rumli! Hát mindenféleképpen látnom kéne azt a házat, hogy... Igen, viszontlátásra! Doki, most nyitotta meg a rendelőjét, és már házat vesz? Na, éppen egy csigát próbáltam megtávkezelni. Egy csigát? Egyébként valóban lakást keresek. Találtam is egy olyan hitelt. CIP deviza lakáshitel, most akár 30%-kal kedvezőbb havi törlesztő részlettel és ajándékértékbecsléssel. Mikor jön a csiga? Holnap 4-re. Remélem már elindult. CIP Bank. Egy hullám hosszon. Az Activia nekem segített. Próbál csak ki, jobban fogod magad érezni. Szóval 15 nap? Harmadik nap? 8. nap? Na ugye, jobban érzed magad. Jó, te nyertél. Az Activia a Bifidus Essenzisnek köszönhetően természetes módon segíti a bélflóra egyensúlyát. Próbálja ki ön is 15 napig, és találjon rá belső egyensúlyára. Most pénz visszafizetési garanciával. Fogkrém és szájvíz egyben. Itt az új X-Flash a Signaltól. Az első fogkrém, aminek szájvíz van a közepén, hogy a mosolyod még tisztább és még frissebb legyen. Signal X-Flash. Küldetés a tökéletes mosolyért. Apu, miről beszélgettél a bácsival? Anyuról, rólad, a biztonságunkról. A bácsi rendőr? Nem, az ING életbiztosító képviselője. Mi az, hogy életbiztosító? Olyasmi, mint ez az oroszlán. Nagy, erős. És vigyázz ránk. És hogy hívják az oroszlánt? Úgy, hogy ING. És mi az, hogy ING? ING. A biztonság betűi. Sokan ismerjük a székrekedés kellemetlenségeit. A Stadalax hashajtó hatásos és gazdaságos megoldást kínál, és naponta csak 15 forintba kerül. Stadalax. A gazdaságos hashajtó. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Új Astros Freestyle szempilla spirál 3 smink hatással. Egyik oldal extra hosszabbítás. Kávítsd el! Másik oldal intenzív dúsítás. Bűvöld el! Vagy mindkét oldal a maximális hatásért. Ejtsd rabol!
Nincs menekvés. Új Astor Freestyle. Egyszerűen ellenállhatatlan. Az igazán makacs foltok eltüntetése a WC kagylóból, még egy fertőtlenítőszerrel is valódi erőpróba. Most itt az új Harpic Power Plus. Ismerje meg a legerősebb Harpic WC tisztító hatékonyságát. A szeme láttára oldja fel a makacs szennyeződéseket a WC-ben, és még fertőtlenít is. Remek! Harpic Power Plus. Ragyogó WC minden nap. Az érzékeny bőrű nők is bátran mosolyoghatnak. Az Euterin Q10 aktív ránctalanító termékcsalád bőrgyógyászatilag igazolt módon bőrazonos Q10 koenzim tartalmával már 5 hét alatt láthatóan csökkenti a ráncokat. Különösen bőrbarát. Q10 aktív ránctalanító termékcsalád az Euterintől. Az új függés jó reggelt zamatos gyümölcsel és teljes értékű gabonával készült. Ráadásul 70%-kal több rostot tartalmaz, amely előnyösen befolyásolja az emésztést. Egy egészséges reggeli részeként a jó reggelt elég energiát ad egész délelőtre. Új függés jó reggelt. Délig tartó lendület. Én nem látok ebben semmi rosszat. Elmentek egy külföldi üzletemberrel vacsorázni, vagy mondjuk színházba. Színházba. Csak is kizárólag rajtatok múlik, hogy akartok-e bevállalósabb dolgot is csinálni. Ezt az Árpit ugyanis előtt bízta meg azzal, hogy fürkészen figyeljen mindenfele. Akkor sajnálom, hogy fölöslegesen húzagottam elő a gyanúmat. Ne sajnálja. Én nagyon örülök, hogyha a fontos munkatársaim nyitott szemmel járnak. Jó van rosszban. Holnap este 7:30 a TV2-n. Imádlak úgy, ahogy vagy. Gyönyörű lendületetek volt. Fölényes, elegáns és nagyon izgalmas. Sztárok a jégen. Szombat este a TV2-n. A műsor támogatója a Story, a Star magazin. Hadd mutassam be Stepford város legújabb lakóját, Joanna! Szervusz, Joanna! Ki ne várna egy dögös felesége, aki egyszerre konyha tündér, tökéletes anyuka, és az ágyban egy marmacska. Ezek a fickók mindezt elérték, de a módszerük mögött sötét titok lappa. Nicole Kidman, Matthew Broderick, Glenn Close, Christopher Walken, Staffordi feleségek. TV premier vasárnap este a TV2 Multiverzum műsorán. Mindenki szeretne egyszer más bőrébe bújni. Ez miféle hely? A Magyarország. Ja. Chris Rocknak ez a szerencse megadatott. Ezt a testet viseljem örökké. Amerika 15. leggazdagabb embere. Most már csak egy dolga van. Beleélni magát a szerepbe. Ami nem is egyszerű feladat. Menjél már! Vasárnap este a TV2. Jó Istenem! Ezt a megfázást. Na, tudom, miről beszélt. Dehogy tudja. Nem is tüsszög. Hadd tudjam már. Orvos vagyok. Mi kérünk elnézést. Hamarosan újra a TV2-n. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a siketek és nagyot hallók számára a következő műsorszámot a TV2 Text 888. oldalán.